Október 26-a osztrák nemzeti ünnep, erre emlékeztek Nyíregyházán, ahová ellátogatott az osztrák köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Az ünnepségen Nyíregyháza polgármesterével egyeztettek a jövőbeni együttműködési lehetőségekről. A függetlenség és az új alkotmány napja Ausztriában október 26-a. 1995-ben ezen a napon hirdette ki a bécsi parlament az Ausztria örökös semlegességéről szóló nyilatkozatot, amivel az osztrák állam az utolsó szovjet kritériumot is teljesítette ahhoz, hogy visszanyerhesse teljes szuverenitását. A deklaráció, amellyel a köztársaság Svájc példáját követte, mindmáig meghatározó eleme maradt az osztrák politikának és identitásnak egyaránt. Erre az osztrák nemzeti ünnepre emlékeztek kedden megyeszékhelyünkön is. Nyíregyházának fontos a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A következő évben többek között kulturális területen is erősítik együttműködésüket a település osztrák partnervárosával. Nyíregyházának régóta van egy partnervárosa, Hosszában Szentpölten. Ami azért is fontos, hogy a partnervárosi kapcsolat mellett Szentpölten az elnöke és a székhelye a közepes európai közepes városok hálózatának, amelynek 6 évvel ezelőtt itt volt Nyíregyházán a konferencia, ahol 20-valahány város képviselője volt itt. És ugye most, ahogy nagykövet asszony is bejelentette, a jövő évi Vidor Fesztiválunkra érkezik egy kiállítás onnan. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga a nagykövet asszony, dr. Elizabeth Alison Kramer, az osztrák köztársaság rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete. Kezdjük csokolom, jó estét kívánok, guten Abend! Guten Abend! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Kezdjük egy kicsikét a nagyobb politikával. Ugye, ha jól tudom, akkor önöknél az elmúlt időszakban választások voltak. A parlament megalakult, kormány alakítás viszont még eddig nem történt. Ön hogy gondolja, változik-e valamilyen viszony esetleg Ausztria és Magyarország között mindezek után? Igen, szeptemberben parlamenti választásaink voltak. Bizonyára tudják, hogy szakértői kormányunk volt korábban, és ez a szakértői kormány jól működött. A szövetségi elnök a választásokat követően megkérte Sebastian Kurzot, hogy folytassa a megbeszéléseket a kormányalapításra vonatkozóan. Ő a néppárttal és a zöldekkel folytat megbeszéléseket. Mivel sikeresen szerepeltek a választásokon, ezért a zöld párt bekerült a parlamentbe, ez pedig egy új helyzet. Azt gondolom, hogy a kormányalapításnak a kérdése nincs befolyással az Ausztria és Magyarország közötti kapcsolatra, ami egyébként növekedési pályán van. Ebben az évben pedig nagyon eredményesen folytattuk az együttműködéseket. Számos jó kapcsolatot létesítettünk és mélyítettünk el. Hogyan értékelni az eddigi kapcsolatot, és akkor most már arra kérem, hogy térjünk ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, térségünkre, az eddigi kapcsolatot a térség és Ausztria között. Hát ugye egy olyan térségről van szó, amely eléggé távol fekszik a határtól, tehát az osztrák-magyar határtól. Ich glaube, die Beziehungen, wie ich vorhin gesagt habe, sind wirklich ausgezeichnet. Natürlich, es gibt immer wieder Punkte, die Nachbarn miteinander besprechen müssen. Ahogy említettem, kitűnő a kapcsolat. Mindig vannak olyan pontok, amelyekről egyeztetni kell a szomszédoknak. Ha pedig ilyen intenzív a kapcsolat, mint jelen esetben, akkor egy konstruktív beszélgetésre is sort kell keríteni Burgenland és Magyarország között. De a szakminisztériumok is egyeztetnek egymással. Alapvetően nincsenek problémák. Közel vagyunk egymáshoz. Ha pedig Magyarország keleti részét nézzük, akkor még lehet intenzívebbé tenni ezt a kapcsolatot a jövőben. Akár osztrák cégeket is lehetne ide csábítani, hogy itt legyenek beruházásaik. Mivel van már erre jó példa a térségben, például egy betonelemek egy gyártó nagyüzem. Hát igen, és akkor az együttműködés ugye nagyon fontos, hogy gondolom vannak felmérte a lehetőségeket, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Ausztria kapcsolatát hogyan lehetne még erősíteni. Itt a térségünkben mi az, amire rá lehet az önök részéről fókuszálni?
Arról tudok beszámolni, hogy van például egyeztetés a gyümölcs és zöldség termesztéssel és ezek feldolgozásával kapcsolatosan, valamint vannak olyan határon átnyúló kapcsolatok is, amelyek tovább nyúlnak Ukrajnába és Romániába is. Még eddig rövid időt töltöttem Nyíregyházán, nagyjából délben érkeztem, de már találkoztam a megyei közgyűlés elnökével is, akivel együtt beszélgettünk. Ez a jövőben szorosabb kapcsolatot is jelenthet. Ich bin erst etwa zu Mittag angekommen. Wir hatten keine Möglichkeit, sehr weit in die Tiefe zu gehen. Aber ich habe auch mit dem Herrn Komitatspräsidenten gesprochen, dass es wichtig wäre, folgende Gespräche zu führen, um gewisse Ideen noch zu vertiefen. Hogyha jól tudom, akkor Nyíregyháza polgármesterével is beszélt, tárgyalt, például a Nyíregyházi Egyetemmel kapcsolatos együttműködésről is. Wir hatten die Möglichkeit, einander kennenzulernen, aber wir hatten nicht die Möglichkeit, ein langes Gespräch zu führen. Ez a nap arra adott lehetőséget, hogy először is megismerjük egymást. Komolyabb egyeztetések majd a jövőben lehetnek. De Szentpölten település például bemutatkozik Nyíregyházán egy művészeti kiállítás keretében november 20-án. Ez a közepes méretű európai városok együttműködési hálózatának köszönhető. Kunstnet und ich freue mich sehr, dass es diese Kooperation gibt. Das ist nur eine Frage einer Kooperation. Ez egy partnervárosi együttműködés, hogyha jól tudom. A két ország között, tehát akkor inkább így mondom, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Ausztria között a kulturális kapcsolatot. Van-e esetleg még arra mód, hogy másfajta eszközökkel erősítsék? Ich bin sicher, dass es viele Möglichkeiten gibt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok lehetőség van erre, de további egyeztetések és találkozók szükségesek a konkrétumokhoz, illetve ahhoz, hogy az osztrák cégeknek is felkeltsük az érdeklődését. Ha nem baj, én azért felvetnék egy témát, ez pedig a turizmus. Ön szerint vannak-e olyan látványosságok, amelyek esetleg érdekesek lehetnek egy osztrák állampolgár számára is, hogy ellátogassanak hozzánk a megyébe? Ja, es gibt viele Dinge, die interessant sind. Es gibt natürlich also Igen, sok érdekes dolog van, véleményem szerint már önmagában Nyíregyháza is egy érdekes város. Sajnálom, hogy nem tudok több időt most itt tölteni, hogy még jobban megismerjem, de Debrecenről és Miskolcról is hasonló a véleményem. Auch andere Städte wie zum Beispiel Debrecen oder Miskolc sind wirklich sehr interessante Städte. Köszönjük szépen!